érdeklődni szeretnék, hogy minden a legnagyobb rendben volt. Nem volt semmiféle gond, nem kellett pörögni. Jó napot kívánok, sajnos nem. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Köszönöm én is. Itt vagyunk a Milla tüntetése március 15-én. Próbáljuk faggatni az itt jelenlévőket, hogy hogy érezték, hogyan sikerült a rendezvény. Hogyan sikerült a rendezvény? Jó sikerült? És te is voltál fönn a színpadon? Igen. Miért ilyen kevesen vannak és csak rendőrök a tüntetésen? Mert az ők, a barátaink, mi szerettük volna a mentősöket is idehívni, először csak pénzért akartak jönni. Szia, az Ötös csatornától vagyunk, és azt szeretnénk kérdezni, te, mint az egyik szervező, hogyan értékeled, hogyan sikerült ezt az eseményt itt létrehozni, mennyire volt sikeres, és mikor lesz a következő? Sajnos nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de szerintem egész nyáron tüntetni kell. Tehát mondjuk az is egy tüntetés, hogyha elmegy az ember nyaralni, vagy nem? Nem, az egyébként nem. Jó, ezt meg ki... De, az is tüntetés. Szerintem tényleg, hogyha az ember elmegy nyaralni, akkor azt végül is egy tüntetés, mert ugyebár az is egy ilyen performance, és ott is gyakorlatilag... Tüntetéssé váljon végül is. Tehát ez a tüntetés, ez itt már nagyon ott tüntetés. Ott is demonstrálunk de valamiért, amikor megszakít. Szerinted a nyaralás is tüntetése? Természetesen igen, ha kellő számban veszünk részt rajta. Rá. Egy olyan mi kérdés... úgy tüntetünk, hogy nem is, hogy fel sem merül a gondolat, de már tüntetünk. Véletlen tüntetés. Azt hiszem, erre van ennek a demokráciának szüksége. A véletlen tüntetéseknek legyen meleg ágya Magyarország, Budapest. Juhász Péterrel állok itt az 1 millióan a sajtószabadságért tüntetésen, a Milla tüntetésen, a március 15-i eseményen, március 15-én. Péter! Mit szólsz te ahhoz, hogy látták állítólag Schmidt-Pált itt a tömegben, medvejelmezben, de állítólag az aranykeretes, mert van neki aranykeretes szemüvege, lehetett látni. Ő csokoládét osztogatott, és az emberek pedig mézet adtak neki. Nem tudom, hogy lehetett méz. Ez meg volt előre szervezve? Különben aranyos volt. Igen, próbálkoztunk, tehát sok prominens hívtunk mindenféle jelmezbe. Itt vannak ilyen táblás fiatalok, megkérdezzük tőlük, hogy vajon milyen, mit írtak a táblájukra. Sziasztok, ne haragudjatok, az Ötös csatornától vagyunk. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy mit írtatok a táblára? Ne fordíts meg, nem szabad mutatni a táblát a tévében. Ezen a táblán az Ultimátum Multimédia új 12 pontja van. Én Rácz Gábor László vagyok, az Ultimátum Multimédia alapító főszerkesztője. Politikai üldözetekkel foglalkozunk. És itt láttatok itt a tüntetésen politikai üldözötteket? Ezen a tüntetésen a barátaim jelenleg... nincsenek itt, illetve hogyha itt is vannak, még nem találkoztam velük. Én most egyedül jöttem ki, mint főszervező. Az idő jó volt, a szervezés szerintem hagy maga után kívánni valót. Érdeklődni szeretnék, hogy mit szóltok ahhoz, hogy feltűnt Schmidt-Pál is állítólag a tömegben, ilyen medve jelmez volt rajta, nem fogadta ellenszenve a tüntetők részéről, aranyosan megsimogatták, adtak neki mézet is, nála is volt kex, tehát adott kexet is az embereknek. Hogyan értékelitek ti? Ne haragudj, nem értem a kérdésedet. Hogyan értékelitek azt a jelenséget, hogy feltűnt Schmidt-Pál medve ruhába, de csak alul volt medve, fölül Schmidt-Pál, hogy nem fordult ellene a tömeg, nem történt semmi, kapott ő is enni, ő is adott ugye kekszet. Hogyan értékelitek ezt, hogy ez siker a Millának, vagy sem? Egyértelmű siker. Egy ünnepélyes pillanat következik, mert itt végül is, Péter még nem tudja, de mi már tudjuk, hogy az MTI most adott ki egy sajtóközleményt, hogy jövő héttől minden nap 40-45 perc műsoridőt kap a Milla a közszolgálati televízióba. Ki tudjátok-e tölteni az időt? Felháborítónak tartjuk, mi azt gondoljuk, hogy minimum 4 órát kellene, hogy... Én ugyanezt mondtam, bocsánat. És ez még csak az én személyemről szólt, a Millának vannak más tagja, és akik szintén 4-4-4 órát szeretnének kapni. Örülnénk, hogy alkotmányba iktatnák, hogy 48 órás legyen nap, mert hogy ennyi időre van szükség a Millának, hogy a közszolgálati televízióban kellő mértékben tudja képviselni magát. Hogyan sikerült a rendezvény? Hetes napi bulim. Köszi, remekül. Így a 30. születésnapon azért valószínűleg kirúgtak a hámból. Igen, tavalyi szülinapom is már egész jó volt, de úgy nézem, hogy ez még... Itt több ember jött, és jobb idő volt. Nem, tavaly jobb idő volt, melegebb volt tavaly.
éppen most vettük észre, Brunót is itt van a március 15-i Milla tüntetésen. Kíváncsian várjuk, hogy neki milyen volt az élménye ezzel az eseményen kapcsolatban. Bruni, milyen volt? Jó. Szépen. Köszönjük! Köszönjük szépen! Viszontlátás! Jó hétvégét! Kik voltak ezek? Kik voltak?